Wessner Csaba 2004-ben kezdte meg rendőri pályafutását a készenléti rendőrség állományának tagjaként, ám szíve hazahúzta, és az első adandó alkalmat kihasználva 2005-től itt teljesített szolgálatot. Volt nyomozó Szekszárdon, majd Tolnán is. Azt meséli, ez alatt a 16 év alatt kellő rálátást szerzett a járás bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről. Ez idő alatt csökkentek a bűncselekmények és a balesetek a körzetében. A közbiztonság javult, és mindent meg is tesznek annak érdekében, hogy ez így is maradjon. Én úgy gondolom, hogy mind közbiztonságilag, mind közlekedés szempontjából és mind bűnügyi helyzetben változott a helyzet. Mindenben csökkenés, tehát a bűnügyi helyzetben mindenféleképpen csökkenés tapasztalható. A közlekedési baleseteink száma is azt mondhatom, hogy csökkenő tendenciát mutat a halálos baleseteké. Főleg tavaly évben nem volt halálos balesetünk, az idén ez idáig nincsen halálos balesetünk, tehát tornajárás területén, és a bűnügyi statisztikánk is a hivatalos enyhűs adatok szerint is csökkenő tendenciát mutat. A közszereti jelenlét mindenféleképpen közrejátszik ebbe, mindenféleképpen a látható rendőrséget szorítjuk előtérbe. A lényeg az, hogy az emberek bizalommal forduljanak a rendőrhöz, lássanak rendőrt, nem ritka sem, hogyha gyalogos rendőrt látnak. A rendezvényeinken mindenféleképpen gyalogos szolgálatot is szervezünk. Egy autónk 24 órában, tehát egy járőautónk 24 órában minden alkalommal van területen, tehát olyan nem fordulhat elő, hogy itt nincs szolgálat tornajárás területén, de a kettő és esetenként három autó is megszokott lehet. Mindenféleképpen az emberek bizalommal fordulnak hozzánk. Az önkormányzatok, különböző civil testületek bizalommal fordulnak hozzánk, köszönőleveleket kapunk különböző rendezvények biztosításáért. Az óvodáktól elkezdve az iskolákig különböző rendezvényekben részt veszünk, segítjük a munkájukat, bűnmegelőzési előadásokat tartunk, közlekedésbiztonsági versenyeket szervezünk a polgárőrséggel közösen. Tehát mindenféleképpen pozitív visszajelzést kapunk. Egy olyan színvonalat sikerült kialakítani a kollégáim segítségével, aminek folyamatos szinten tartása a napi feladat. De ez nem azt jelenti, hogy nincs mit javítani, mondja. Az elődeim után fenntartani minimum ezt a színvonalat, és amiben lehet javítani. Az elődöm, aki legfőképpen előttem volt, egy nagyon jó kollégám is volt, és már volt parancsnokom is egyébként a szekszárdi rendőrkapitányságon. Őtőle nagyon sokat tanultam, ő Csorba Szilárd rendőrezres egyébként. Ő egy nagyon jó szakembernek tartottam. És rengeteget tanultam tőle ahhoz, hogy sikeresen tudjuk csinálni a dolgunkat itt. Emellett a kollégáim is ebbe közrejátszanak, mert nyilván egyedül, illetve a két alosztályvezetővel nem feltétlen lennénk ennyire sikeresek, tehát ezt a kollégáimnak, mind a bűnügyi osztálynak, mind a rendészeti alosztálynak köszönhetem, ahol egymást támogatva és segítve próbáljuk ezt a mindennapos munkát elvégezni. Tolna város polgármestere a koronavírus terjedésének megakadályozása és a lakosság egészségének védelme érdekében létrehozott egy saját operatív törzset, amibe a város intézményeinek vezetőit és vállalkozóit hívta segítségül. Kaptam a polgármester asszonytól egy felkérést, hogy este 6 órára, ha tudok, menjek be. Összehívta gyakorlatilag az olyan Tolna város életébe szerepet játszó vállalkozókat, gyógyszerész, gyógyszertáraknak a tulajdonosait, jó magamat, a polgármester úr, ahol megpróbáltunk erre a helyzetre felkészülni, mert ugye nyilván erről a veszélyhelyzetről csak tanultunk annak idején nem keveset a különleges jogrendről, de nem volt még benne részünk. Úgy gondolom, hogy a tolnai járás ez idáig helyt állt a koronavírussal kapcsolatos védekezéseknek köszönhetően. Nem számítottam rá, hogy a válság közepén előléptetnek, de természetesen nagyon örültem. Ad egyfajta plusz lökést egy ilyen elismerés, meg egyfajta visszajelzést is, hogy a lehetőségekhez képest jól végezzük a munkánkat, mondja a szigorúságot kicsit elfedve Wessner Csaba. Csinálja az ember amúgy is a dolgát, de jól esik. Tehát csináltam idáig, vagy ez idáig is, ezután is nyilván csinálja ugyanúgy az ember, de jól esik nyilván az elismerés. Tehát ugyanúgy a kollégáimnak részemről és a kapitányságról, ugyanúgy nekem is, mint mindenkinek, azért egy elismerés nyilván ad egy löketet. Szerintem teljesen rendben a kapitányság. A szakirányítási feladatokat elvégzik ők velünk kapcsolatban, annak ellenére mi önállóan próbáljuk csinálni a dolgunkat.
a megszokott mindennapjainkon, illetve a plusz feladatok, amik jönnek. A megfelelő szakirányítást megkapjuk mind a kapitányság felől, mind a Tolna megyei rendőrfőkapitányság felől, illetve a munkánkhoz szükséges technikai hátteret és eszközöket is megkapjuk teljes egészében, és mindenféle technikai segítséget megadnak, amire szükségünk van ez a munkához, hogy el tudjuk végezni.